Sziasztok! Ebben a videóban az operational taskokról szeretnék beszélni. Gyakorlatilag ezek a napi questek, amelyek később bővülni fognak heti, havi küldetésekkel, és elképzelhető, hogy közösségi questeket is fogunk majd kapni. A napi questek level 5-től érhetőek el, és naponta 3 questet kapunk a traderektől. Amennyiben valamelyik tradernél rendelkezésünkre áll egy operational task, akkor azt egy zöld kis pipa fogja jelezni az ikonja mellett. Egy questre 24 órát kapunk, hogy elvégezzük, amennyiben nem csináljuk meg a questet, semmilyen büntetést nem kapunk. A questekért járó jutalom XP, pénz, itemek, illetve sok esetben trader pontok lesznek, amikről nem kapunk információt addig, amíg fel nem veszük a questet. Amennyiben egy questet nem sikerül megcsinálnunk 24 óra elteltével, egy könnyebb questet kapunk, amiért kevesebb jutalom jár. Viszont ha sikeresen elvégezzük a questet, nehezebb questeket kapunk, amikért természetesen nagyobb jutalmat kapunk majd. Nem hivatalos információk szerint jelenleg 44 questet találunk a játékban. Ezek a questek 3 kategóriába sorolhatók. Find and Transfer, azaz olyan questek, amik során valamilyen itemet kell átadnod egy tradernek. Ezekből a questekből kaphatunk olyat, amiben arra kérnek minket, hogy adjunk át X darabot valamilyen itemből, foundry és státusszal, mondjuk 3 lófigurát, illetve kaphatunk olyat is, ahol valamilyen itemet kell átadjunk X durability-vel, mondjuk egy 100%-os M4-et, de olyan lehetőség is van, hogy adjunk át valamilyen tárgyat, ami durability-e bizonyos határok között van, mondjuk egy korondot, aminek a durability-e 5 és 20% között van. Mivel a questek automatikusan generáltak, ezért a leírás sokszor pontatlan lehet, tehát ne akadjatok fent azon, ha arra kérnek, hogy foundry-es vagy craftolt itemet adjatok át, olyan esetben, ha az adott tárgyat nem tudjátok lecraftolni, például a lófiguránál. Az exit location kategória lesz a következő. Ebben az esetben egy megadott mapról kell kijutnunk X-szer, például Woods-ról 3-szor. Van olyan eshetőség, amikor nincs megszabva, hogy melyik mapról kell kijussatok. Egyébként, ha megadott mapra kell mennetek, azt a jobb felső sorokban fogjátok látni, az Any Location esetén pedig bárhol végrehajtható a quest. Az Elimination questek során valakit el kell tennetek láb alól. Olyanok lesznek a questek, hogy nyírjunk ki X Juseket vagy Bert. Lehet, hogy nincs az megszabva, és csak azt kapjátok, hogy nyírjatok ki PMC-ket vagy Skeveket. Meg lehet, hogy a quest megszabja, milyen fegyvert kell használnatok, vagy melyik testrészt kell szétlőnötök az áldozatotok, visszakerüljön a lobbiba. Ezen felül lehet megszabják még, milyen távolságból kell lőnötök, melyik mapra kell menjetek. Tehát lehet, hogy kaptuk egy olyan questet, hogy MCX-en nyírjatok ki 3 Juseket toraxlövéssel labzon. Természetesen a bosszok sem maradnak ki a jóból, amennyire én tudom, ilyen esetben semmilyen kötés nincsen, szóval irány customs és csapjuk meg Reshalát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, vigyázzatok magatokra Tarkovban, sziasztok!